Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy aktuális szerelmi jóslás. Ennél a jóslásnál feltesszük a három fontos kérdést, mégpedig, hogy mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi foglalkoztatja őt, mi a terve, az középen látható itt felül és alul. Ez a torony sok mindent jelent. Például, hogy ő tudatában van annak, hogy mennyire magas, befolyásos, hogy megvan nála ez a tehetség, hogy ki tud építeni valamit. A torony jelenthet néha korlátozásokat is, amikor benne van a toronyban, és akkor ez olyan, mint egy labirintus, és keres egy kiútat, keres egy megoldást. A torony lehet egy nagy épület is, például iskola, vagy egy hivatal, vagy egy nagyobb cég, vagy egy bírósági ügy. A hajó jelenti a reményt, hogy megvan arra remény, hogy rendez ezeket a hivatalos dolgokat, vagy lezárja ezt a bírósági ügyet. A képek azt is jelenthetik, hogy ő benne van még ugyanebben a toronyban, de itt a remény, hogy kilép ebből a helyzetből, és akkor lesz egy utazás. Vagy tervez veled egy közös utazást, vagy ő messze él, és meg akar látogatni téged. Vagy azt is jelentheti a kártya, hogy szeretné azt, ha te látogatnád meg őt. Ez az út, ez lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat. A második kérdés, hogy mit érez irántad, vagy milyenek az érzelmei úgy általánosságban, az itt bal oldalon látható. Itt a ravasz róka jelenti a hamisságot. Ez lehet egy negatív gondolat, például, ó, ez úgysem sikerül. Ez lehet egy negatív érzelem, például félelem. Ez lehet egy rossz döntés, de lehet egy hamis személy is a környezetében. És a koporsó tud segíteni, hiszen lezárja ezt a hamisságot. Persze a kártyák azt is jelenthetik, hogy benne van egy örökösödési ügyben, itt van a bíróság, és megjelenik a hamisság is nála. De azért lesz egy jó fordulat, hiszen látható a virágcsokor, ami szerencsét hoz. A virágcsokor jelentheti a te szépségedet, a jó ízlésedet, vagy egy szép környezetet, vagy azt, hogy ő szeretne megajándékozni téged. És mit fog tenni, az itt látható jobb oldalon. A horgony azt jelenti, hogy keresi nálad a biztonság érzetét, ahol le tud horgonyozni. A horgony jelentheti a munkát és a hivatást is. Ő közeledik hozzád, lesz mozgás. De ez a lovas férfi jelenthet egy más férfit is, hogy ő fél attól, hogy te valakivel megismerkedsz a munkahelyeden, és kialakul egy szerelmi kapcsolat. Tehát vannak félelmek, és ez egy negatív érzelem. Amit a kártyák még jelenthetnek, és én úgy gondolom, erről van szó, hogy ő útban van hozzád, keresi a biztonság érzetét, mert szeret téged. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. A kutya jelenti a hűséget, de lehetnek barátságok is, például barátok, ismerősök külföldön.
De azért vannak problémái. Lehet, hogy ebben a baráti körben, hiszen a hegy jelenti az akadályokat. Valaki akadályozza abban, hogy hozzád jöhessen, vagy hogy legyen egy szerencsés fordulat, vagy hogy meglegyen a remény ahhoz, hogy ő az álmait, vágyait, az elképzeléseit meg tudja valósítani. Itt megjelenik az akadály, és ezek lehetnek hamis barátságok. Persze a kártyák azt is jelenthetik, hogy lesz egy utazás, itt vannak a barátok, a hegyvidék, és ez a torony lehet egy nagyváros is a hegyekben. A levél lehet egy hír, de lehet egy szerződés, vagy egy dokumentum is. Valamit le akar zárni, vagy lehet egy örökösödési ügy. A gyermek jelenti az ő ártatlanságát. Itt van a hamisság, lehet, hogy valaki megbántja őt, vagy valaki kritizálja őt, de ebben a helyzetben ő ártatlan. Az is lehet, hogy a gyerekeivel vannak problémái. Itt is látható a lovas férfi, ugyanúgy, mint itt, lesz mozgás, előre mennek az események, szeretne téged látni, lesz egy látogatás. Itt a kassa el tud vágni valamit, például a munkahelyet, akkor az jelentheti azt, hogy ő fel akar mondani. De a kassa jelentett egy olyan helyzetet is, ami a hirtelen jön, amikor nem számítottál erre. Ez lehet egy meglepetés. Itt szerencse van a szerelemben. A halak jelentik a pénzt, a horgony lehet a munkahely, ez összefügg egymással, itt lesz egy fordulat, előre mennek a dolgok, és a pénz útban van hozzátok, lesz nyeremény. A halak jelentik a belső értékeket is, hogy ő szeret téged, az itt látható, boldog veled, az itt látható, keresi a tartós párkapcsolatot, az itt látható, itt előre mennek a dolgok, mert ő értékel téged. Az ő jelenlegi helyzete, ha te egy hölgy vagy, akkor te jelensz itt meg, mert ő gondol rád, látni akar téged. A te jelenlegi helyzeted. Itt a koporsó van, ugyanúgy, mint itt, az segít abban lezárni bizonyos dolgokat, ami eddig kellemetlen volt. Persze a koporsó lehet egy örökösödési ügy is, vagy vannak régi témák, hogy ismered őt a múltból, gondol rád, és visszatér hozzád. Itt a lovas férfi lehet egy másik férfi is, például a munkahelyen, ez lehet a te munkahelyed, lehet egy közös munkahely, lehet az ő munkahelye, és ez a férfi fél attól, hogy te valakivel megismerkedsz a munkahelyen, és elveszít téged. Vannak azért itt még korlátozások és félelmek. De a koporsó tud segíteni, hiszen lezárja ezeket a félelmeket, vagy egy bizonyos kapcsolatot. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy leírnád a véleményedet a kommentárba, annak is örülnék, ha jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen!
és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tendera!